Hallo, hallo. Szevasztok! Üdvözlök mindenkit! Szép estét kívánok! Hello, para! Hát akkor kezdjünk bele. Ahogy kérted is. Így van, visszatért az RTX background, bár elég furán hangzik. Adok még egy esélyt az Nvidia Broadcastnek. Most úgy néz ki, hogy működik. A hátteret legalábbis levette. Remélem a hang is rendben van, az van rajta egy szolíd kis zajszűrés, és ilyen RRN-es. Mármint, hogy RRN. RNN. Recurrent Neural Network. Így van. Csak ki sikerül mondani. Jó. A macska itt van, csak ugye nem látszik. Mi pedig folytatjuk ma este a Little Nightmares 2-t. Elvileg be is fejezzük, de ezen azon múlik, hogy mennyire vagyok ügyes. És mivel nem vagyok az, ezért bármi lehet. Jó? Szóval, ahogy mondtam, itt is vagyunk. Na, várjatok meg. Még egy adminisztratív teendő van. Oké, és itt is vagyunk. Glass. TTV Glass, köszi, hogy szóltál. És neked is szép estét. Hát, lehet, hogy lemaradtál para a kórházasról. Múlt hét pénteken volt. Így van, pénteken. Na, menjünk tovább. Ugye ez az a rész, amit... talán negyedik rész. Negyedik chapter tulajdonképpen. De ne aggódj, para, vissza tudod nézni YouTube-on. Hogy is volt. Jó. Már elfelejtem az irányítást. Oké. A kurva életbe. Bocsánat. Erre nem számítottam. Six. Hogy belerúgott? Hát Six szerintem... meghalt. Mondjuk a tévéről is át lehetett volna ugrani. Jaj. Na. Na, jössz. Hello, Rémiás. Lopakodok nem azért, mert gondolom elkapna, hanem mert így a biztos. Nem bele van merülve a tévébe. Jaj. Nem így szoktuk. Így. Thank you.
Oké. Megyünk. Glass, persze, hogy ne lehetne. Nyugodtan gyere órákra, persze, persze. Amíg kérdezhetsz is, részt vesz aktívan, hogy ne nyugodtan gyere, persze. Lehet elmaradt valami. Így van, para. Sőt, már látom, hogy... Látom? De oda hogy megyek? Nem. Vagy így ki kell ugrani menet közben? Akkor az vagány lenne. Nem. Vagy... Nem. Na várjatok. Csak tippelek. Nem biztos, hogy erre kell jönni, de... Hello, Six. Körülnézünk, aztán meghúzzuk a kort. Hát itt nem sok minden van. Oké, akkor meghúzzuk a kort. Ha elérem, persze. Nem. Akkor csak valami. Holnap mi lesz e-sport órán? Hát első óra gyakorlatilag, mert ugye a múlt heti az inkább ilyen nulladik volt, ilyen első heti bevezetések, meg ilyesmi. Erre nincs semmi mi, gondoltam. És akkor most ilyen felvezetés, hát első téma az, hogy mi is az az e-sport. Ugye egyetemen szeretjük ezeket a definíciókat így dúrogtatni, aminek hát általában van értelme, mondjuk itt nem biztos. Meg erről beszélgetünk, megpróbálok ilyen interaktív órát tartani. Lehet néha én bonyolítom túl a dolgot. Szóval megpróbálok ilyen interaktív órát tartani, meglátjuk mennyire sikerül. Aztán az óra második felében meg... Hát játék, nyilván. Azt még majd a hallgatók döntik el, hogy melyik játék. Mármint nyilván egy poolból lehet majd választani.
miért jöttem le? A kérdés, hogy mit csinált az a kar tulajdonképpen. Six meg csak így néz, hogy ez a hülye, ez mit csinál. De tényleg mit csinál ez a kar? Erre továbbra sincs semmi. Nem, erre nincs semmi. Ez csak egy ilyen kerülő út volt. Hát, én nem tudom. Csak lemegyek, de hát ott nincs semmi. Továbbra sem. Ha csak nem itt... Ja, arra nem lehet menni. Mert ott egy ajtó van, amit meg valószínűleg nem tudok kinyitni. De erre tényleg nincs semmi. Jó, de... Tényleg nem tudom, mit csinál ez a kar. És Six meg nem jön velem, tehát lehet, hogy... Nem is erre kell jönni. Meg nem lehet visszamenni. Hát nyilván nem erre kell jönni. Azt innen fog... No. Na gyerünk! Arról jöttünk, csak most próbálom nézni, hogy merre is vagyunk. Hát, arra van, amúgy, de van készítve egy csomó. Fix, hogy került ide? És hol a lift? De igazából még nem döntöttem el, hogy melyik játék lesz az. A Outer Wilds-ot kellene befejezni. Mindenképpen. Nagyon tetszett az a játék. Aztán utána ki tudja. Azért volt egy bejelentés. Hova? Hogy... Jó, akkor az előbb bugos volt, akkor most már mindent értek. Szóval jött egy új játékbejelentés, aminek kapcsán lehet, hogy lesz egy kis előzetes végjátszás. De nem akarok spoilerezni, mert...
Ez több idő. Általában a story game-ek néha kompetitív is, de abból annyi talán nincs már, mint korábban. Most lesz ugye e-sport óra miatt, de főleg story game-ek. Hát lesz most Warzone is. Amúgy ma csak az e-sport óra miatt kipróbáltam megint, föltettem a PUBG-t. Inside-ot mondtátok, de még nem. Már korábban említettétek még. Még nem. Hát majd ránézek arra is. Oda? Az igen. Jó sokat kinézel belőlem. Super. Na és akkor ez a létre gondolom azért van itt, hogy felmászunk rajta. Horror cím? Hát... az új Resident Evil-t jó lenne megnézni, de nem tudom. Bizonytalan még ez. Mert ha azt veszük, az is egy puzzle game, ugye? Para. Hát igen, az is egyfajta. Hát néha tud horror lenni amúgy, hogy írom és nem fordul le a program élőadásba. Nem tudom, hogy miért. Mi kerül a pénzbe? Mire vagy kíváncsi? Ez igen, igen, igen. Ez azt hiszem 30 euró az alapgame, ha jól emlékszem. Próbálnám nézni, hogy merre kell menni, de nem könnyű. Hát igen, para, amúgy ez előfordul. Nem tudom, mit kell csinálni, de igyekszem. Nem arra kell menni, ez biztos. Nem látom, hogy
De lehet én vagyok a... Jó. Nagyon bonyolult volt, ki kell nyitni az ajtót. Meg futni kell. Fut! Tóljad a... Ui. És most futás. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ó. Oh. Oké, okay, tovább jutottunk. Ó. Oh. Six, remélem jó van. Gyere. Jó. Rendben van. Összeomlik itt a lakótelep. Ó, nincs valami zseblámpánk. Fel ennyi meg. Köszi, köszi. Tedd a kezed a tévére. Na basszus. Oké. Okay. Meneküljünk akkor, én azt mondom. Jaj.
Na jó, de... Mivel kéne? Hát gondolom nem ezzel. Kung Lao. Hát a kislány is ijesztő, de... Jó lenne tudni, hogy... Mit kellene csinálni? Azt mondod, hogy... Bújjunk be az ágy alá? Hát ez ilyen klasszik lenne. Én utána megyek. Hát ezt átküldjük oda. Én azt mondom. Nem, amar! És most, ha minden igaz, oda fogunk kiukadni.
Hát kipróbálom majd akkor az Inside-ot is. Ránézek. Még most akciós volt egy csomó ilyen puzzle game. Megnézzük őket. Mindenféleképpen. Igen, igen, igen. Balfatrosz, holnap lesz, hogy 10-től lesz óra. Meg lehet ezt nyomni? Nem igen. Megnézem, hogy van-e itt még valami, mert de nem igen látok semmit. Azt is lehet vele pittyektetni. Nem látom. Jaj. Ah, jó. Para, akkor elnézek. Lehet-e többen játszani? Hát, nem tudom, hogy... Szerintem nem, amúgy. Vagy lehet? Várjátok csak... Csak egy pillanat. Csak itt vagyok, csak... Majd nem sikerült átugrani. Nem baj, akkor jövünk erre. Ez a fast travel.
Márboly, nekem ez is nagyon tetszik. Én úgy gondolom, hogy még várjuk ki a végét, de ez is nagyon jó. És úgy én nem különösebben szoktam szeretni ezeket a összehasonlításokat. Nem feltétlenül látnám, hogy volna értelme. Visszafele nem lehet menni. Eddig nekem hozza ugyanazt a hangulatot, meg gyakorlatilag élményt, amit az első. Nyilván az első az azért volt kicsit más, mert az volt az első. De nekem ez is nagyon-nagyon tetszik. És nem akarnám összehasonlítani, mert nem. Nekem ez is nagyon tetszik. És itt is ugyanúgy nem tudom, hogy mit kell csinálni, tehát... De oda át tudok ugrani, nem létezik. Főleg Six nélkül. Nem tudom, hogy erre lehet-e menni. Nem lehet. Ó! Ezt lehet, hogy oda tudom húzni. És így már biztos jó lesz. Na, peregjen. Oké. Jó. Nézzed csak a tévét. Nem tudok felugrálni. Nem. Na, akkor próbáljuk meg egy kicsit kinyitogatni itt a dolgokat. Oké. Na, a hűtőben nem sok kaja van, de legalább vannak dobozok, majd itt föl lehet emászni. Oké, ott nem lehet fölmászni. Nem, itt nem lehet fölmászni. Viszont mi történik, ha most kikapcsolom a tévét? Hello, Dufes. Nem tudom, hogy
Érdekes. Ennek biztos nincs semmi értelme, hogy én ide jövök. Nem. És onnan már nem is... nem is... tudom visszakapcsolni a tévét. Há. Jó, erre nem... ebben a szobában nincs... ahogy látom, semmi. Hát... gondolom. És ott az ablakon kéne kimenni. Tulajdonképpen. Jó, följöttünk ide, de ennek nem biztos, hogy így van különösebben értelme. Megnyomtam csak később. Jó. Akkor meg szétnézek a szobába is, de én ott nem látok semmi olyat, ami... jaj. Rossz gomb. Rossz gomb. Megpróbálom ezt a puffot elhúzni, vagy lábtámaszt, vagy mi ez. Hát ha. De ide föl lehet mászni. Hát mondjuk így akkor jelentősen egyszerűbb. Aha. Bocs. Mondjuk csupa van az ablak, az a gond. Aha. Na, kinyitom a hűtőt. Az biztos. Ide fölmászunk. Ami nem tudom, hogy jó ötlete. Ott egy tévé, most nézem. Jó, és akkor itt szépen... erről nem volt szó. Erről nem volt szó. Csak mondom. Na jó van. De akkor hogy? Mert itt akkor bekapcsolom ezt a kinti tévét. Így. Most akkor az ott...
Megvan. Jó kérdés. Bocsi, srácok, csak elmegy a hangom. Pedig már nem is tartottam órát. Megvan. Ez jó volt. Kapaszkodj! Ebbe a tévében nagyon kijöttünk. Hát rémies ez az egész játék, az amúgy az előző is tulajdonképpen az volt. És hát ez is elég komoly görbetükör. Ilyet nem illik csinálni egy játékban. Na de várjál, hogy nem tudom elkapni. Vagy azért nem tudom elkapni, mert nem lehet, vagy mert béna vagyok. Ugye ez a két lehetőség van, alapvetően. De mi? Mert így lesz jó. Harmadjára menni fog. Át akarsz verni, Dufesz.
Na, így már jó. Ott egy kar. Ott egy kar. Mi a fene? Picit késtem el. Jó, ez áram alá helyezi itt a vizet. Ez fontos. Szia, uram! Na és akkor futás. Én is most megcsináljuk ügyesen. Mondom. Erre megcsináltuk ugyanúgy. Megcsináltuk ugyanúgy. Duf, ez az igazi profik, a naívat kalapos ével írják. Ottan van. Na most vissza kéne kapcsolni, mert... Így. Loot? Nincs, jó, látom. Így van, Tufez. Kapta halt. Hát nézzük meg. Ja, nincs áram. Vagy. De van. Csak erősen kell nyomni. Na. Nem akar. Bemenni, lehet, hogy nincs a másik oldalon tévé. Jó, akkor menjünk tovább. Ű, ez valami szemét ledobó. Azaz. A 10 emeletes. Ott egy tévé, egy kar, itt meg egy doboz, ott meg a szem.
Ó, csak ennyire nyílik ki. Oké. Hát bekapcsoljuk. Dufesz, valószínűleg igen. Erre nem visszamegy. Na jó, de ennek most akkor... Egyébként mi érte? Ne, hát... Tehát, hogyha a lifttel föl tudok oda menni... Akkor a tévé miért érdekes? Lehet rémiás. A Dufesz valószínű végigjátszunk. Ugye az, hogy a The VR szerint fél óra. Hát ők ügyesek. Nekem ki tudja mennyi lesz. Nagy motorba van esve a tévébe. Ez most akkor így nem lesz jó, vagy? Mert gondolom ide kéne behúzni a fürdőszobába. Nem jó, tudja hol vagyok. De így akkor... Akkor engem is meg fog rázni az áram. Innen ki lehet kapcsolni? Nem. Nem lehet. Jaj, a V-ház ott így van. A mocsok. Az előbb hogy csináltam, hogy jó volt? Így. Igen. Ez így. Jogos. Ott van egy villanykapcsoló. Az biztos. Nem, nem szedtem.
Valószínű ez a gond. Mi a kövi? Hát, van egy jó ötlet. De azon még agyalok egy kicsit. Korábban említettem itt Parának, hogy bejelentettek egy új játékot. És az megelőző részeket jó lenne végigjátszani, de nem mondom el még mi az. Még egyelőre egy kicsit készülni kell rá. Nem, nem Doofus, nem Resident Evil. Hát annak előző részei az kicsit sok lenne. Hát ezzel itt nem tudok mit csinálni. Hát igen, Doofus. Sok időt elvisz, az biztos. Ezt innen tuti nem tudom elhúzni. Így van. Visszamegy ugyanoda. Ezen biztos, hogy nem. A tévén kéne tovább menni. De ahhoz a nagymotert meg kéne sütni itt a áramba. De én itt nem látom, hogy gondolom emiatt van itt áram. És ezzel nem is tudok mit csinálni. Na. Gondolom a szekrénybe sincs semmi. Nyilván. Amúgy lehet, hogy tök egyszerű, csak megint nem látom. De hát itt megráz az áram, az biztos. És elbújni nem lehet előle. Tehát mindenképp megtalál. Így van.
Ezt kihúzni nem lehet, mert nem érek el odáig. Oda nem lehet felugrani. A villanykapcsolóval nagyon magasan van. És tényleg, ha közel megyek hozzá, akkor nem is ide kéne becsalni, amúgy. Mert én itt most, tehát hogy csalnám be? Főleg így. Most teljesen fogalmam sincs, hogy mit kéne csinálni. És nem is látom. És beleugrok a fürdőkádba, annak mindjárt lenne. Valószínű nem arra kell menni. Tehát semmilyen mozgatható dolgot nem látok, hogy mivel lehetne valamit kezdeni. Az a semmi majd szerintem azért kell, mert arra állok föl és azon megyek tovább a tévén. Vagy hát a következő tévére. De mi az ördögöt csinálják a nagymamával? Rémiás szerintem, ha én ide bejövök, megráz az áram. És kívülről meg nem érem el. Hát igen. Dufesz, a szappan is a vízben van, az a baj. Szerintem nem tudok visszaugrani. Teruka. 200 IQ. Teruka. Ilyen. És akkor most?
Nincs tévé, az a baj. Bassza, meg tönkre ment a tévé. Ugorj már... Ez baj. Még most nem működik a tévé. Felejtje meg. Na, így akkor csak a feladványnak az első részét oldottuk meg. A második az, hogy hogyan megyünk tovább. Vigyük a szappant, nem tudom, hogy jó lesz-e valamire. Dukesz. Igen, ezek a... Az, hogy este van, az nem mindig segít... alapvetően olyan sokat. Köszi. Hát jó, hogy itt vagytok segíteni különben. Hát igen, para, de mikor volt az már? Megint áram alatt van a helyszín. Oké, ott a tévé. Hát ettől kikapcsol, még áram alatt marad. Oké. Na nézzük, mit lehet kezdeni ezzel a bevásárlókocsival. Semmit. Esetleg lehet-e húzni? Nem lehet lelökni. Nem lehet. Legalábbis nem erre. Megpróbáljuk a vízbe. Oké. Bejönnék. Jó, akkor a széket nem lehet odahúzni az ablakhoz, ez már tudti. Jaj, mindent leborítok. Itt van egy labda.
Ott fönt el lehet menni. Időzítős. Gondolom. Hát, vagy lehet, hogy nem. Hát akkor menjünk. Na most át kell húzni oda a bevásárlókocsit. Akart. Hát nagyjából jónak tűnik. Visszakapcsoljuk az áramot, mert az kell a tévének. Oké, de hogy megyünk vissza? Tehát ide hogy fogunk eljutni? Hát lehet, hogy itt lehet ilyen nagyot ugrani. Gyanús ez nekem. Kipróbáljuk. Kipróbáljuk. Hát... Szkeptikus. Ja, mondjuk ott lehet, hogy fönt is el lehet menni. Jó, akkor nem is erre kell. Akkor megpróbáljuk amarra föl. Valószínű ott el lehet... oda-vissza. És akkor nem kell itt ugra-bugrálni. Meg. Oké. És akkor erre eljövünk. Így is van. És itt pedig reméljük jó helyre raktuk a így. Meg is vagyunk. Ugor már föl a té... Nézd meg, nem ugrik föl a tévére. Na. Van egy csomó tévé. Valahogy be kéne jutni. Gondolom itt üveg van. Aha.
Na. Valamit ezzel a két taggal kéne így csinálni. Na, azt kapj. Tuti. Oké. Szerintem futok, az a biztos. Oké. Atya ég. Ezt megúsztuk. Intenz, azaz. Na. Ó. Szíksz, jövök. Megint itt van. Balta, fogd meg a baltát. Úgy. Hűf. De nem elé. Közel voltunk pedig. Nem kell balta. Mit se... Miért ugrottam le? Na most meg sem úgy, hogy nem ugrok le. Fogunk erős majd beszélni Dufesz, hogy gameplayt nézni, vagy úgymond játszani. Esporton majd beszélünk erről is.
Hello, kekerény. Valorant kulcs? Lesz az elkövetkezendő néhány hétbe. Mármint nem Valorant kulcs, hanem Valorant. Fogunk játszani. Itt a folyosó. És ott a végén a kalapos fickó. Ez egy vasúti kocsi. Az igen. Hát igen, kekerényi. Iszonyat. Mi zajlott? De hát van kulcs, van, adsz kulcsot. Megakadtam abba a kurva székbe. Az az Oasis. Ó, de jó néz ki.
Nézzük meg, mi van oda bent. Érdekes. Párszor még meg fogom próbálni, mert... De nem erre kell jönni valószínűleg. Megpróbáljuk visszafele. Barátnak lesz igaza szerintem. Azért a Game Sense ott van paránál. Azért. Így, Big Brain. Ha nem nyílik az ajtó, akkor...
Akkor nyissam ki előbb. Okay. Nem sikerült. Azt hittem át kell ugrani. Vagy előbb ezt le kéne dönteni, és akkor vissza lehet jönni. Mindig használjátok a fejeteket. Ha más nem arra, hogy ledöntitek a deszkát. Ő így olyanná vált. Get him. Valami másra kell használni a kalapácsot. De mire? Vagy lehet, hogy erre kell. De most törjem össze a játékát. Bosszantottuk.
Igen, hát egyértelmű. Csak ez nem biztos, hogy itt okos taktika. Mert lehet, hogy el kéne csalni valahogy. Na gyere! Nagyon vigyáz a játékára, ez biztos. Ezt hogy kéne? De hát ha én most simán csak oda megyek, azt ráverek egyet. Már, tehát már triggerelem. És rögtön vissza is megy. Milyen hitbox ez? Nem viccelek, mit sem. Nem tudom. Azt mondod, hogy egyszer csak elfárad. Leesik a sztaminája. Hát igen, van ott ajtó, csak... Kb. Esélytelen. Az a baj, hogy esélytelen, hogy oda menjek, mert rögtön kapom. Így van, para. Még jó, hogy nincs ilyen számláló fönt, mert... Na, várjátok. Ezen nem lehet fölmászni.
Itt sehol semmire nem lehet fölmászni. Próbált megért. Igaz, mellé ment. Na, fogd már meg azt a baldát. Nem tudom, hogy ennek a két ajtónak mi a szerepe itt, hogy tudok össze-vissza menni. Na? Lehet persze... Most olyan érzékenyebbnek tűnt egy kicsit. Na, be... Vedd fel a baltát. Oké. De az a baj, hogy esélyem sincs. Tehát esélyem sincs oda menni ahhoz az ajtóhoz, jelen pillanatban. Odaférni meg esélytelen, hogy... Tehát annyira vigyázz rá... Fancba. Akkor majd sietünk.
gyorsabban kell, úgy tűnik. Köszi. És akkor most vajon ugyanazt kell csinálni? És megpróbáljuk, mi van, hogyha bemegyünk a felső ajtón. Megnézzük legalábbis. Pont emelre kellene. Hát, ha itt el tudok jönni, persze. Oké. Mert a bal, tehát innen lentről kéne. És itt van a legtávolabb.
tudom. Nem, lehet, hogy még egyszer kéne neki szólni valahol. Hol? Hát nem itt. Nem, ez így nem jó. Szerintem ide bal fölülre kéne elcsolni. Először eljünk erre. Aztán erre. Na de hogy viszem föl a baltát? Also, I understand you. I'm just don't really want. I just want to do it myself, if you allow me. I know it's easy when you know it. It's always easy. Nem megy. Pedig az előbb az jó volt most. Lehet, hogy fölfele kéne ott menni amúgy. Na mindjárt megpróbálom. Erre... Na, erre gondoltam. Így szerettem volna. Alapvetően.
Shit! Mellé ment. Ügyes vagyok. De akkor hogy? Az előbb amarra mentem, akkor elmesett az a nagy szörny. Oké, várni kellett.
Az igen. Hát ez szomorú. Hát lehet para ez volt a gond. Jó ez a smütyi. Jobba. Most körbe-körbe megyek. Vagy... Csak nem. Így van, Dupesz. Zseniális, zseniális. Yes, Mozak, I'm the TV man. By the way, thanks for your help. Really appreciate it. Hát, ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly.
Nem túl fesz. A 9 a sima. A 9 a sima. De a 10 se lenne szürreális egyébként. De ez a secret ending. Oh. De ne check it. I will check it. Na hát, mondom, tényleg egy fantasztikus játék ez is. Ugyanúgy, mint az első, nekem nagyon-nagyon tetszik. Hát azért nem tízes, mert nehéz. Általában a játékok nem azért jók, mert könnyűek, hanem épp ellenkezőleg. Mondom ezt úgy, hogy nem merem elkezdeni játszani a Dark Souls-t. De mondom, nagyon-nagyon jó, tényleg a 9-es sima. És tényleg nagyon a hangulat, a zene, az valami isteni tényleg, meg úgy az egész milliója a játéknak, tényleg nagyon-nagyon jó. Hát, nagyon-nagyon jó. És tényleg úgy gondolkodtatom is valamelyest, hiszen azért nyilván van itt mondani való, akár csak az árvaházra vagy a kórházra gondolunk, de itt a végén is, hogy tulajdonképpen azzá váltunk, ami ellen küzdöttünk részben. Szóval nagyon jó. Így van, Dufesz, az atmoszférája, ez tényleg, hogy ilyen nyomasztó, hogy valamelyest ilyen görbetükör is azért úgy a jelenkornak, hogy azért nem egyszerű a dolog. Hát igen, a dizájn az sose könnyű, ugye ez a art design, meg tényleg az egész hangulatot így eltalálni, zenéstől, mindenestől. Egy nagyon, nagyon nehéz műfaj, de itt ez nagyon jól sikerült, én úgy gondolom. És látjátok, hogy nem kell 120 órás RPG-t csinálni ahhoz, hogy élvezhető játékot kapjunk. És azért van sok ilyen játék. Az Dufesz, ezt nem ismerem. Azt nem ismerem. Majd ránézek. De a kappából ítélve gyanakszom. Gyanakszom. Ne. Hát figyelj, amúgy van a tárba egy pár ilyen puzzle game, rövidebbek, hosszabbak. Hát most, ha mondanám, hogy van egy olyan puzzle game, ami nagyon-nagyon régi. Egy nagyon-nagyon régi puzzle game. Még tényleg kisgyerekkoromban játszottam vele. Tervezem, hogy megnézzük. Visual novel, aha. Hát. Day of the Tentacle. Nem. Azt így nem is ismerem, értelem. Most azon gondolkodok, hogy melyik. Ugye, amint mondtam, hogy lesz egy új játék megjelenés, hát pontosabban még csak bejelentették ilyen kis teaser trailerrel. Azon gondolkodok, hogy a Ubisoft volt-e. De úgy rémlik, hogy igen. Hát a Far Cry, figyelj, nyilván a Far Cry-t jó lenne a hatot végigjátszani. Tudjátok, ez nálam néha ilyen pénzügyi kérdés is, hogy én megvettem a Far Cry 5-öt, és végig is játszottam, amikor már akciós volt. Tehát amikor féláron volt. Just Dance az nem lesz, az biztos. Szóval
Far Cry 6-tal fogok majd szerintem játszani, ha már nem lesz annyira main. Hát lehet dufesz, ér nem ér, tudod, van ez a klasszik, hogy mindig megéri. Szerintem se, de ez egy személyes döntés. Valakinek megéri. A New Dawn-t is végigjátszottam, azt is, amikor már akciós volt. Szóval én, nekem mindkét játék tetszett egyébként, a Far Cry 5 is, meg a New Dawn is. Megvan a maga hangulata, meg úgy az egész milliója, meg olyan jó a ritmusa. Hát de tudjátok, ezek a Far Cry, Assassin's Creed gémek, ezek nagyjából egy kapta, ha most nyilván nem a izére gondolok, a sztorira, hanem a, úgy az egész engine, meg a menete a dolgoknak. Ettől még jó persze, meg hát nyilván azért a Ubisoftnak ez bevált, működik, minek változtasson rajta. De nem valószínű, hogy a Far Cry 6-tal akkor fogok játszani, amikor megjelenik. De akkor lehet, hogy nem... Most rákeresek, mert már... De már boly, köszönöm szépen. Hát... Na, most az... Összetett dolog ez, maradjunk annyiba. Nyilván az, nem azzal van a gondom, hogy nincs pénzem megvenni egy 60 eurós gémet, hanem hogy sajnálom megvenni. Azért biztos nagyon jó lesz a Far Cry, hát én ebben biztos vagyok, főleg, hogy a fő gonosz az aki. Tehát ebben én biztos vagyok. Inkább ez én elvi kérdés. De ránézek most tényleg, mert hogy kimutatta be. Bethesda, bocsánat. Nem Ubisoft, Bethesda. Árulkodok. Ebből már ki lehet találni. Pár hete volt, mondja, bejelentés. Hát ilyen kis teaser. Nem mostanában fog jönni a game, szerintem még egy jó két év. Bár hát remélem, hogy ezt megcsinálják rendesen. De abból lesz egy ilyen, hát ilyen franchise végjátszást mondanék, de az egy kicsit olyan, hogy mondjam, nem is biztos, hogy meg tudnám csinálni a teljes franchise-t, mert lehet, hogy fizikailag vannak olyan részei, ami nem jelennek PC-re. És... Nem. Na, Elder Scrolls-ból egy végjátszás, na, az kemény lenne. Az komoly lenne. Elképesztő hosszú, hát ilyen 2-300 órás játékok. Ez iszonyat. Hát az bőven hosszabb, mint a Witcher már volt, bőven hosszabb. Hát az, figyelj, 120 óra volt most itt, amit Twitch-en, és az egy teljes 100% volt. Teljes 100%. Videóanyag itt van a háttértáron, 1 terabájt a Witcher végigjátszás. Nem, hát tényleg egy klasszikus játék. De meglátjuk, mert mondjuk már beszereztem a játékokat, csak meg kell nézni, hogy működik-e. Mert hogyha működik, akkor hamarosan el is kezdjük. Nem hosszúak egyébként, ilyen 5-10 órás egy-egy rész. Akkoriban azért nem, hát az első rész, az, ha jól emlékszem, 92-ben jelent meg. De erre is mindjárt ránézek, puskázok, bocsi.
Gótikus? Persze. Hát én akkor játszottam is a gótikkal. Amikor, hát miután megjelent valahogy, most nem azt mondom, hogy pontosan akkor, de igen. Én nagyon-nagyon szerettem azokat. Hát nyilván akkoriban nem volt valami jó PC-m, hát ez így középiskolás lehettem. Körülbelül. Ja, középiskolás lehettem, akkoriban nem volt jó. Nem volt, hát jó PC-m volt, csak nem gamer. Ja, jók, nagyon jó gémek voltak a gótik. Emlékszem, szerettem őket nagyon. Hát Dufesz. Persze. Itt azért már szerintem többen voltak, mint az első. Bár ott is azért. Ott is azért voltak. Na nézem akkor. Azt hiszem ez az. Na. Valamiért nem működik. Nem tudom, ki fejlesztette a weboldalt. Így van, jól mondtam, 92-es. Az a játék, amivel hát tervezek játszani itt. Aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Még mindig nem sikerült megtalálni, mi az a Bethesda game, amit nemrég jelentettek be. De annak az első része, amivel itt tudunk játszani, tehát ami van PC-re, az 92-es. 24 perc. Igen, mert 10 óra körül, aha. Gondolom az közvetíti élőbe a Twitch vagy valaki. Valahol lehet, el lehet kapni Názánál vagy itt ott. Az az Dufesz, az az. Azokat a játékokat is nagyon szerettem. Gyerekkoromban azzal is játszottam, de hát akkor még nagyon kisgyerek voltam az. Azért még voltak gondok az angollal is, bőségesen. Ezért 92-vel. Na, hát akkor alapvetően ennyi volt az alapgém. Elvileg... aha. Jó. Igen, és ott írja a collectible-öket is. Jó, jó. Oké, és jó. És akkor gondolom majd a DLC kontentek ide jönnek, legalábbis remélem. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Tényleg ezen a fantasztikus gémen. Mondom, szerintem nagyon jó, nekem nagyon tetszett. Remélem, hogy lesz még ilyen game, mert ilyen gémek kellenek. De hát addig is játszani biztosan fogunk ilyen puzzle gémekkel, mert ezek jók. Úgyhogy még most nem tudom pontosan, mi lesz a következő, jó lenne megcsinálni a Outer Wilds-ot, mert az is nagyon hangulatos. Az is nagyon tetszik, csak az egy picit azért masszívabb, meg mármint olyan értelemben, hogy azért a puzzle-ök összetettebbek jóval. Így, amit eddig láttam legalábbis mindenképp. Jó, úgyhogy valószínű azzal fogjuk folytatni jövő héten. Folytatjuk tényleg azt, aztán hát van még egy végigjátszás így ami lóg a levegőbe, ugye a Cyberpunk, de lehet, hogy abban most már az lesz, hogy megvárom, hogy kijöjjön a Early Access állapotból, és amikor már tényleg
Jó állapotban, akkor elkezdjük. Na, tényleg megköszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a followokat, csíreket, szubokat, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb holnap reggel lesz stream, nem sokára, olyan 10 óra körül. Hát pontosan 10 óra, akkor már hát az órát pontosan kell kezdeni, tehát nincs mese. Köszi. Pont el is fogyott, úgyhogy tényleg. Még egyszer elköszönök, legyen további szép estétek, további kellemes hetetek, na szevasztok!